Az egyház állapota a 16. század elején, a reformáció terjedése, Calvin János tanai. Ehhez hasonló témakörök alapján ismerhetik meg az érdeklődők a reformáció történetét. A 25 rollából készült tárlatot a nyíregyházi Bethlen Gábor iskola és óvoda készítette a 2014-ben alakult reformációs bizottság 600 ezer forintos támogatásával. A megnyitón Laborczy Géza evangélikus lelkészt kiemelte, a reformáció az értékek megújulását jelentette egy értékvesztett korban. Luther és a reformátorok visszavezették az európai embereket a bizalom, a remény és a szeretet útjára. Ez az üzenet pedig a mai korban is aktuális. A Biblia fordítással Luther elindította azt a mozgalmat, hogy a Biblia saját anyanyelven szólaljon meg, és ezáltal Magyarországon mi is Károli Gáspáron keresztül neki köszönhetjük a magyar anyanyelvünket. A reformáció indította el a tudományoknak a szabad fejlődését, tehát a korábbi vatikáni kontroll alatti tudományok a reformációval és a reneszánszal szabadultak föl arra, hogy a körülöttünk lévő világnak a szépségét ideológia mentesen a maguk szépségében tudják vizsgálni. A tárlat nem csak a megemlékezést és a visszatekintést szolgálja, számtalan párhuzamot lehet vonni a mai fogyasztói társadalommal, amely épp úgy megérett a megújulásra, mint a középkor, véli Kiss Ferenc, a Nyíregyházi Egyetem intézményvezetője. Annak idején a Gutenberg találmánya már készen állt arra, hogy az új tanokat hirdesse. Itt van az internet. Ugyanaz. A Kopernikus már dolgozott azon a művén, amelyben leírta, hogy hát jól tanítottuk, csak fordítva, nem mi vagyunk a világegyetem központja. Ehhez képest még a fogyasztói társadalomban sokszor azt hirdetjük, hogy ez az egész értünk van. Hát ez nem igaz. Megjelennek az új tudományos eredmények, most korunkban is, annak idején, amikor ugye Kopernikus felfedezte azt, hogy hogyan épül föl a világ, mi a jellegzetessége. Az űreszközeink azt mutatják, hogy igen, a világ alapvetően más kép szemlélendő, és Giordano Brunónak volt igaza, pedig szegényt akkor megégették. A megnyitón a nyíregyházi evangélikus roma szakkollégium diákjai egy énekkel is emlékeztek az 500 éves reformációra. A tárlat a tervek szerint határon innen és túl is látható lesz.